Kihirdette a programját Veres Pál. A Színvad Araszon mintegy 300-400 fő előtt beszélt programjáról. A szombati kampánynyitón a Veres Pál mögött álló önkormányzati képviselőjelöltek is bemutatkoztak. Köztük például az MSZP-s Simon Gábor, a város volt MSZP-s alpolgármestere Mokrai Mihály, a Jobbikos Badány Lajos és a Momentumos Szopó Tibor is. A Színvad teraszon az ellenzéki pártok képviselői gyülekeztek. A Földes Ferenc gimnázium igazgatóját összesen 8 párt, köztük az MSZP, a DK, a Jobbik és a Momentum is támogatja. 19 választókörzetben induló összes jelöltünk megszerezte azt az aláírás mennyiséget, amellyel jelöltetni tudja magát. A Veres Pál mögött álló önkormányzati képviselő jelöltek bemutatkoztak a rendezvényen. Kedves barátaim, Mokrai Misi vagyok, mindenki csak így ismer ebbe a városba. Én is itt születtem, szüleim 1600 óta itt élnek, és én szeretném, hogy gyerekeim is itt élnének. A város volt szocialista alpolgármesterén kívül Veres Pált szeretné erősíteni az MSZP-s Simon Gábor, Barta György, a Jobbikos Badány Lajos, Cseléni Figula Edina és többek között a Momentumos Szopó Tibor is. A kampánynyitó rendezvényen Veres Pál bemutatta politikai programját. A polgármester jelölt szerint az egyik legfontosabb feladat az lenne, hogy a város megtartsa és visszacsábítsa a miskolciakat. Olyan várost akarunk, amely a városlakókért működik, és ahol virágzik a helyi gazdaság. Olyan Miskolcot építünk, amely reményt és lehetőséget ad a fiataloknak. Éppen ezért megtöltjük tartalommal a zöld város kifejezést. Magyarországon legyen Miskolc a zöld gazdaságfejlesztés éllovasa. A kampánynyitó rendezvényre mintegy 300-400-an voltak kíváncsiak.